Kis a Föld Podcast. Kis a Föld Podcast. Hírek helyben azonnal. Üdvözlöm a Kis a Föld Podcast hallgatóit, Simó Roberta vagyok. Ezúttal vendégem nem más, mint Verép akivel azért már jó régen beszélgettünk, ha, ha jól emlékszem, 2022-ben voltál utoljára így Győrben nagy koncertet adni. Akkor is ugye március, és hát újra ennek a propóján köszönhetlek itt, úgyhogy üdvözöllek. Szia, én is üdvözöllek meg mindenkit, aki hallgat minket. Hát valóban két éve volt, és pont emiatt éreztem azt, hogy hát újra időszerű, főleg abból táplálkozva, hogy milyen jól sikerült az a koncert, milyen nagy élmény volt nekünk is, hogy milyen jó lenne visszajönni. Igazából már én, én egyébként tavaly is terveztem, hogy, hogy hát vártunk egy évet, akkor jöhetünk újra, de most valahogy úgy alakult ugye a puskás, a musical is olyan szépen, fut a Győri Nemzeti Színházban, hogy, hogy úgy éreztük időszerűnek, hogy most eltelt két év, újra itt van a március, újra itt vagyunk. Most ezúttal egy nőnapi tematikával, és természetesen várjuk a, a hölgyeket a nézőtérre, és nem csak a hölgyeket, de főleg a hölgyeket legutóbb is beszélgettünk arról, hogy neked fontos az, hogy tényleg Győrben is itt legyél, nem csak színészként, hanem énekesként is. És most, ahogy olvasgattam hogy a plakátot, illetve az információkat erről a jó kis koncertről, azt ígéret, hogy egy ilyen exkluzív, nagy zenekaros, tehát ez egy kicsit másabb lesz, mint amit korábban megszokhattunk tőled? Az exkluzivitást én alapvetően arra gondolom, hogy olyan rengeteg nagy koncertet nem csinálunk, meg, meg az utóbbi pár évben azért ez nem volt gyakori. Előtte többször voltunk akár városnapokon is mondjuk nagy koncerten. most már inkább, nyilván a világ is átalakult egy picit, most már inkább az akusztik formáció az, ami ami könnyebben egyeztethető, ami nyilvános rendezvényeken szokott mondjuk, ahol meghívást kapunk, oda általában akusztikot viszünk, tehát az ilyen nagyzenekoros az már önmagában egy, egy, egy különlegesebb esemény számunkra, meg, meg a mi életünkben. És nyilván ez az állomás, tehát ez a Győri alkalom pedig azért nagyon különleges és azért exkluzív, mert ez egy, ez az egyetlen állomása, az egyetlen tavaszi állomása igazából ennek a zenekaros turnéknak, ami majd ősszel fog igazán elkezdődni. Úgyhogy természetesen mi mást választhattunk volna a kezdésnek, mint a Győri közönségnek adott koncert, amit egyébként most itt elszpoilerzem, hogy, hogy valamennyire rögzíteni is fogunk, tehát saját felhasználásra meg, meg nyilván a, a promófilmet például nagyon szerettük volna itt elkészíteni, mert nyilván itt egy, egy olyan, olyan gyönyörű nézőtér, egy olyan, olyan színpadképet tudunk csinálni a fényekkel, azzal a profi vetítéssel, színpadképpel, hogy hogy azt, azt örömmel fogjuk reklámozni igazából a többi koncertnél is aki ajánlunkban, úgyhogy nagyon várom, nagyon szép folyamat előtt állunk még, azért ezt bevallom, hogy még ugye a zenekarral azért lázasan készülünk, hogy, hogy a műsor az már egyébként 95%-ban megvan, természetesen saját dalok lesznek, veréptomi lehet készülni. Nem mondom, hogy az összes eddig megjelent Tom Spero és veréptomi elhangzik majd, de azért igyekeztem úgy válogatni, hogy hogy képzeld el, hogy gyakran kérdezik, hogy, és ezt most nem ilyen influenceresen mondom, hogy hát sokan kérdeztétek, hogy, hanem tényleg gyakran előfordul, hogy mondjuk valaki rám ír, hogy, ugye, hát, hogy megvette a koncertre egyeket, de hogy ugye mondjuk lesz az ándalé. És akkor úgy elgondolkozok, hogy hát basszus, ezt valaki hallgatja, vagy uh -huh. tudom, nem a kis hitűség beszél belőlem, hanem, hogy, hogy számomra ez úgy, úgy, egy ilyen projekt, tudod, hogy megcsinálok egy dalt, tök jó, imádom, szeretem, is, úgy, úgy onnantól kezdve, ahogy megjelent, még egy picit ugye az ember a kommunikációban részt és onnantól kezdve el is felejti. A többi dalon dolgozik, új megjelenések, színházon, bármilyen filmen, és amikor kapok egy ilyen visszajelzést, akkor úgy, úgy felébredek mindig, hogy a ja, tényleg hát az emberek ezt a jó esetben mondjuk szeretik és hallgatják, és még szeretnék hallani, úgyhogy emiatt egyébként rengeteg olyan dal is lesz, amit, amit én alapvetően nem terveztem bele a műsorba, de mondjuk valaki kérte. És én ilyenkor mindig úgy vagyok, hogy ha ezt tudom teljesíteni, akkor főleg, hogy a saját dalról van szó, szóval, akkor nagyon szívesen elhozzuk, és emellett még lesz nyilván zenészínházi dal, lesz ö, feldolgozás, lesz ilyen régi slágerek, egy picit maibb köntösben, úgyhogy nagyon sok, sok meglepetéssel is készülünk. Nagyon, hogy egyébként az ándelét, mert én sem tudtam volna így elsőre egyébként elképzelni ezt egy ilyen nőnapi ö, koncert keretein belül, de akkor mégiscsak van ennek ott helye a, a hallgatók szerint. Hát nézd, egy, egy néző szerint biztosan. Tehát, hogy ez, ez, már, ez, ez már biztos, hogy egy valaki kérte. Úgyhogy, és egyébként, amikor a zenekar elé ezt az ötletet, hogy, hogy lesz az endelé, akkor, akkor egy picit meg is lepődtek, hogy hát, hát ez egyértelmű, hogy ne lenne? Hát ez, ha. hogy, volt ilyen, hogy nem lesz az endelé, szóval alapvetően mi ezt szerintem nagyon szeretjük játszani, meg, meg alapvetően nagyon szeretik az emberek. És most ezt nem is úgy fogalmazom meg, hogy, hogy, hogy a dalt minősítve bármelyik irányba, hanem, Öm, hanem szimplán mondom, van, van az emberben, szerintem dalszerzőként, meg, 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 meg előadóként egy ilyen dolog, hogy mint egy színház előadásnál, amikor oké, okay, készülünk rá, megtanuljuk, bepróbáljuk, bepromózzuk, megtedik a nézőtér, ott vagyunk, lejátszottuk az első tíz előadást, onnantól kezdve már, már rögtön valami máson van a fókusz, onnantól az már van, oké, okay, ezt megcsináltuk, játszogatjuk, nem tudom, de hogy ennyi. És ö, ilyen téren mindig sokkal könnyebb újra szerelmesnek lenni egy, egy új produkcióba, egy új új, új ú, ú, alkotói folyamatba, úgyhogy én folyamatosan egyikből esem át a másikba, de szerintem ezen nagyon sok mindenki így van, úgyhogy ú, visszatérve, tehát ilyen csemegék is lesznek számunkra, és amit mondjuk egyáltalán nem szoktunk játszani, de mondjuk a győri Nemzeti Színháznak a milliója, az mondjuk maximálisan alkalmas rá, és akkor ide elhozzuk. Igen, egyébként, ahogy így említetted, hogy eléggé színes produkciókkal, illetve repertoárral készültek ide Győrbe, de talán egy kicsit beszélhetnénk arról is, hogy neked ez a zenei karriered is eléggé változatos lesz, hogy érezhető az, hogy mi keresed az útadat? Szerintem ez egy folyamatos útkeresés, tehát mindenki, most nem akarom azt mondani, hogy hazudik az, aki, aki azt mondja, hogy hát én megérkeztem, és örökre így maradok, de azt hiszem, hogy ezt már nem lehet megtenni. Tehát ilyen már sajnos ilyen szerencse már nincs, azt gondolom, egy, egyetlen előadó életében se. Világszinten mondom ezt, tehát tudnék ezer példát mondani, de mondjuk, ha belegondolunk, hogy egy, egy, Bruno Mars, aki, és mondom még egyszer, hát azért vannak léptékbeli különbségek egy, egy világsztár esetében, aki tényleg az egész világon hallani a dalait, azt a produkciót, azt az image azt a mindent, azt a karaktert, ami ő hangilag és kinézetre, meg minden, azt, azt azt, azt az ember egyszerűen megunja, most ezt idézőre sem mondom, nem, nem én unom meg, hanem hogy, hogy az ember ráun egy idő után, hogy jaj, ja, jó, oké, tudjuk, hogy zseniális énekes, tudjuk, hogy baromi jól táncol, minden a fú tök jól néz ki, vicces, kedves, aranyos, Ez, és ö, megszokjuk a zenéjét, és hogyha ő nem vált, tehát hogyha neki nem. Ha nincs megújulás, akkor azt mondjuk, hogy. Ja, oké, hát ennyit tudott. Jött egy másik, aki most izgalmasabb. Sajnos erről szól most már a világunk, ugye? Elromlik a telefonom, vagy elsaromlott, már azt mondom, hogy mikor vehetem már a következőt. Sajnos ilyen téren mi előadóként, meg, meg a zenénk, az, az ugyanúgy termék. Tehát ilyen téren ugyanúgy pontosan annyi ideig van, van szavatossága mondjuk egy dalnak. Sajnos, tehát már nincsenek, nem azért nincsenek, vagy nem csak azért nincsenek ilyen 67-es út, meg, meg meg ilyen slágerek meg mint a Maradj Velem, meg nem tudom, tehát, vagy bármelyik ilyen nagy régi dalt mondhatnám, a na nagy korszakból, amivel ugye szoktak példálózni, hogy hát na, már nincsenek olyan dalok. Hát mert, mert más a világ. Most már egyrészt nem olyan dalt kell írni, tehát nem ugyanaz a recept, másrészt meg öm, hiába játsz a rádió, hiába megnézik 79 milliárdon a Youtube-on, egy év múlva az már, az már, az már, nem sláger, hanem az már egy, egy retro dal. Szóval ilyen téren, és tényleg ez ugyanúgy vonatkozik. Az most őt nagyon valamiért ma emlegetnem kell, de hogy ugyanúgy vonatkozik a Bruno Marsra, ugyanúgy vonatkozik rám, ugyanúgy egy, akár egy színházi produkcióra, tehát sajnos menni kell, a, haladni kell a korral, és visszatérve a kérdésedre, nyilván ezért érzem én is azt, hogy, hogy meg kell újulni. Nincs, nem tehetem meg magammal sem, meg, 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 hát ezzel a fajta szakmai életemmel, vagy pályámmal, hogy én azt mondjam, hogy ó, hát én hátradőltem, hát én vagyok a veréptom, és akkor e ez van, ezt kell szeretni. Hát ennyit én már megmutattam, nem mutatok meg többet, köszi. Ez, ez ma már nincs ilyen. Ugye itt egy félmondat erejéig már említettük a puskást, de talán aki téged jobban követ, vagy akár rajongód is, érezheti azt, hogy mostanában inkább az éneklés felé orientálódsz, és a színházakat kicsit háttérbe szorítottad. Ez egyébként tudatos lépés? Igen abszolút tudatos, de, de ez, nem, ez nem ilyen, nem is tudom, nagy képűsködés részemről, vagy bármi, hogy én, én válogatnék, és a válogatás itt nem is azt jelenti, hogy, hogy itt nekem álló nap csörög a telefonom, a színházigazgatók keze alatt ég a telefon, hogy mindenki ö, verét, amit szeretne ö, színházban ö, rendezni. Tehát nem, nem erről van szó, viszont ö, nagyon sok olyan, olyan produkcióra kértek fel, amit úgy éreztem, hogy mondjuk nem nekem való. Vagy, vagy a szerep, vagy a helyzet, vagy, vagy szimplán már mondjuk én azt kipipáltam az életemben, és már annyira nem, nem vonz, és azért, és ehhez hozzátartozik ugyanúgy, ahogy amit már itt belekapartunk az előbb ebbe a témába, hogy ugye egyszerűen más világ van, mert nincs az a színházi éra, ami volt mondjuk ezelőtt 15-20 évvel, hogy mondjuk egy színházi bemutatnak, és onnantól kezdve mondjuk megél ezer előadást és aki abban, aki abban, szerepel, az onnantól kezdve ő lesz a Rómeó, a Mozart, a Rudolf, a Elizabeth, a nem tudom, tehát számtalan ilyen, vagy, vagy a macskákból, vagy bármiből ilyen madárt színházas produkciókból, hogy vagy az István a királyból István. Tehát, hogy ezek, ezek, ezek ma már nincsenek igazából vagy nagyon kivételes esetben, mint mondjuk a puskásnál. Hogy a puskás Igen, azért mondhatjuk müzikkel. azt, hogy most a Györgyeknek te vagy puskás öcsi. Bízom benne, hogy most nem megint nagyképű vagyok, bízom benne, hogy ez most véletlenül az egész országban akár így lehet, mert, mert ez tényleg egy olyan produkció, amiben bízom benne, hogy mondjuk tíz év múlva, vagy ha majd ez valakinek eszébe jut, akkor, akkor, és most csúnya leszek, de hogy végre nem az jut majd eszébe, hogy jaj, tényleg a, a Rómeó, ugye Dolhai Attila, Berecki Zoltán, most nem a Rómeót játszották ennyien, de hogy, hogy nem, nem, azok a nevek, akik ugye voltak olyan szerencsések, hogy akkor elsőként fiatal ö, pályakezdő színészként, meg pályájuk csúcsán színészekként olyan előadások címszerepeit, meg főszerepeit kapták meg, hogy, hogy az, 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 gyakorlatilag hogy ajándék pálya volt. Nyilván rengeteg munkával, tehát nem egyszerűsítve a dolgot, de hogy, ma már, ma már nem nagyon vannak ilyen lehetőségek, nem is akarok ebben hosszan belemenni, hát nyilván ugyanazokat az előadásokat játszák, mint 30 éve. Ha van is egy zenés produkció mondjuk egy vidéki színháznál, akkor általában az, hogy ú, vegyük elő a mi volt siker, 20 éve vegyük elő gyorsan, és akkor az megvan a jogdíj, sem olyan drága, nem tudom. Ezt most próbálom nem ilyen epésen megfogalmazni, de hát nyilván színészként azt megélni, hogy, hogy amúgy igazából nem nagyon van igény olyan produkciókra, vagy nagyon ritkán van igény olyan volumenű produkciókra, mint mondjuk a Puskás a Musical, amire aztán látjuk, hogy amúgy nagyon is van igény, hát mindegyik el előadás teltházas, ö tényleg az, az utcán győrben, hogyha egyébként imádok győrben lenni, tényleg. Nem csak emiatt, most ez csak eszembe jutott, de hogy amikor itt sétálok, imádom az épületeket, az utcákat, ö és, és végre egyrészt sétálva közlekedek, nem az autóval, ez is óriási dolog ugye Pesthez képest, mm. és az emberek megállítanak beszélgetni az utcán, hogy jaj, láttuk a puskásra a és hogy váó, és hogy itt emberek még eljönnek az előadást megnézni, és tényleg hígre megy annak, hogy, 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 ez, ez, ez ténylegesen Uh, ahogy itt a marketinges kollégával beszéltük reggel, hogy, hogy nem is az adja el az előadást feltétlenül, hogy az, az hogyan, milyen eszközökkel van hirdetve, hanem hanem ha jó egy előadás, az eladja magát. Mm. És például ez ma már szerintem egyre ritkább, hogy, uh, hogy, hogy, hogy mondjuk olyan lehetőséget kap egy színész, hogy, hogy, hogy a Puskás a műzikelt vagy a vagy a, külszív, a baratlai legendát játsza. Én pedig arra rájöttem, hogy, hogy nem biztos, hogy nekem való, hogy, hogy mondjuk nem tudom, egy évre előre meglátom, hogy miket fogok játszani, és abban mondjuk nekem nincs, nincs lehetőségem beleszólni. Nem, nem azért, mert én minden ránon abba akarok beleszólni, csak hát nyilván olyan, olyan nincs, hogy valaki, valakinek kiosztanak, nem tudom, egy évre öt szerepet, és az mindegyik passzol. Szerintem én abban hiszek, hogy ilyen nincs. És ebbe lehet nyilván belefinomodni, bele finomodni, meg nem tudom, én már úgy éreztem, hogy ebben nem, nem, nem. nekem való. És hogy érzed, van esetleg olyan szerep, vagy olyan produkció, amiben mondjuk szívesen részt vennél? Erre nagyon nehéz válaszolni, pont ezek miatt, és ez sem a keserűség mondatja velem, de igazából nem nagyon van. Nagyon szerencsés vagyok egyrésztről, mert a, a, a színházi pályám elején az első 6-7 évben eljátszottam 20-25 olyan főszerepet, amik, amik tényleg egy, egy, ilyen, hát egy ilyen életmű koncertnek az anyagát simán kitennék. Tehát ilyen téren abszolút nincs bennem hiányérzet, szinte nem is nagyon van olyan szerep, amit, ami mondjuk szerepámon volt, és nem játszhattam el. Tehát ez egy óriási szerencse. Talán éppen azért is jutottam el ilyen hamar erre a, mm. tehát azért nem, most itt a, 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 hallgatókat azért megnyugtatom, hogy, hogy nem egy 60 éves ember beszél, bármennyire <laughs> éppen is csak úgy 30 tűnik. 30 <laughs> nem régi igen, mindenkit nyomtassunk meg. Tehát ilyenkor amúgy lehet, lehet, hogy ez, ez, nem tudom, bugyutának tűnik, mm. vagy, vagy, vagy ilyen fiatalos buta lendület, hogy nem tudom, a fiam, majd megtanulhat, hogy izé, hogy milyen ez a pálya. De én tényleg úgy érzem, hogy, hogy ezek nem ilyen, pláne most, hogy már eltelt 5-6 év mióta nem, nem, vagyok így, így konkrétan társulati tag, meg ilyenek. És bevallom, hogy néha hiányzik az, hogy, hogy többet játszak, több előadásban, több, több előadást konkrétan, tehát hogy több darabszám legyen mondjuk havonta, de aztán mindig rájövök, hogy igazából az élet úgyis szépen alakítja ezt, tehát amikor éppen mondjuk vannak blokkosítva előadások, azért abban pont annyira elfáradok, hogy na jó, most ez elég is volt egy ideig, és aztán az a két-három hónap az elég adott esetben, hogy ez kipihenjem lelkileg, meg, meg, nem tudom, gondolatban, és aztán közben szépen a zenére terelődik át a figyelem, tehát valahogy úgy, úgy, tudatosan is, de úgy, úgy tudatalatt is úgy, úgy vezetve van általában ez a, ez a dolog. Egyébként ez a színház miatt van, tehát mondjuk, ha kapnál olyan lehetőséget színészként, hogy mondjuk egy televíziós, egy, egy egyestés TV filmben vagy, mondjuk egy, egy mozivásznon, mondjuk ott legyél, ahhoz mit szólnál? Volt már ilyen, és ö, szerveződik egyébként mostanában is egy, 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 hasonló lehetőség, de nem zárkózom el én igazából semmi elől. Tehát ez, mindez, amit most eddig elmondtam, ez nem azt jelenti, hogy engem nem lehet mondjuk megkeresni, mert én biztos majd én, én, én ilyen szemétládom módon itt nemet mondok, azonnal meg se hallgatom. Én abban ugyanúgy mérlegelek. Tehát, hogyha mondjuk engem felkérnének egy, egy olyan filmszerepre, egy olyan karakterre, amit, én úgy érzem, hogy én azt nem, és nem a, megint csak nem a kis miatt, hanem mert mondjuk annyira nem passzol nekem, akkor én, akkor én azt nem vállalnám el. Akármennyire nagy lehetőség, vagy akármennyire öm, pff, ilyen, ilyen, pálya, mérföldkőnek számító karakter, vagy bármi, ha úgy érezném, hogy, hogy azt, azt abban én nem érezném jól magam, akkor arra valószínűleg nemet mondanék, és, öm, és, azt is elmondom, hogy nekem egyébként így több boldog az életem. Tehát én, én amúgy ezzel abszolút nyugodt vagyok, meg, meg kiegyensúlyozott. Néha előfordul nyilván, ahogy valószínűleg mindenkivel egy ilyen ö, vállalkozói, meg szabadúszói létformában, hogy mondjuk egy, eljön egy téli időszak, ugye a decemberi pörgés után, meg az evi, egész éves hajtás után jön egy január-február, amikor tényleg a fű sem nő. Tehát, hogyha mondjuk én nem vagyok társulati tag, akkor nincs egy előadásom sem, mert ugye ö, egy jegyes, jegybevételes előadásokat ritkán tartanak, ugye ilyenkor se koncert, nincs, se fellépés. Tehát az egyetlen, amit tehetek, az az, hogy egy kicsit hátradülök az életemben, hogy ja, amúgy tök jó minden, kicsit pihenek, felkészülök arra, hogy milyen hajtás következik majd márciustól, ugye nőnapi koncert, meg minden egyéb, hogy itt visszatérünk rá, de meg sportolni járok, meg nem tudom, de onnantól kezdve olyankor abba bele is lehet őrülni, hogy semmi nem történik de azt, azt túl kell élni, és akkor utána viszont megint jön egy új lendület, és az embernek nincs ideje gondolkozni azon, hogy hogy, hogy, hogyan tovább, mert egyszerűen adják magukat a lehetőségek. Azért egy nagy színpadi koncert szerintem sok előkészületet igényel, de van-e esetleg időd itt tényleg a, 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 zenei pályára úgy koncentrálni, hiszen dalszerző is vagy, hogy pont a podcast elindítás előtt beszélgettünk is róla, hogy több olyan Tom Speró dalt is írtál, amit még nem adtál ki, hogy vannak esetleg ilyen háttérmunkák, írogatsz, ötletelsz, kreatívkodsz. Abszolút, és annyit reagálnék erre, hogy valószínűleg nem is fogom kiadni őket. Tehát most az a terv, hogy, 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 végre, amit, amit mondjuk én megírtam, mondjuk adott esetben saját magamnak, és úgy érzem, hogy ezt, ezt mégsem szeretném kiadni, akkor arról mondjuk szülesen egy döntés, hogy, hogy akkor jó, akkor ez nem a, az én dalom lesz, sem Tom Speróként, sem Veréb Tomiként, sem semmilyen álnéven, hanem akkor ezt, ehhez mondjuk keresünk egy előadót. Az mondjuk egy, egy úgy érzem, hogy egy új lendületet hoz majd az én, nem tudom, ilyen szerzői vagy alkotói életembe, hogy, hogy én mondjuk megtanuljam elengedni ezt a dolgot. Erre egy nagyon érdekes példám van. A, a One Republic nevű együttes, ugye a, az, a, frontemberük Ryan Tedder, aki szerintem az egyik, ha nem a világon az egyik legjobb énekes, legjobb férfi énekes, nyilván a pop zenében, meg ebben a pop country világban, és hát mellette meg, meg, az egyik legjobb, a világon az egyik legjobb dalszerző. De tényleg, tehát hogy így olyan adomány, mint mondjuk egy Molnár Ferenc Karamel, aki, aki megír, nem tudom, lemezni dalt együltő helyébe, és, és közben meg, meg zseniális énekes. Tehát ezek ez, ez olyan, olyan párosítások, ami nagyon-nagyon ritka. És visszatérve a Ryan-re, ugye múltkor beszélgettem egy, egy zenész barátommal, és imádja a Vári Publicot, és mondta, hogy milyen érdekes, hogy a Ryan Tedder megírta mondjuk a a mondjuk a méltán senki nem ismeri ugye a Halo című dalát, lehet, vagy a, vagy a, melyik zenekar volt ez a Jonas Brothers-nek írt egy, egy a, a Sucker című dal. I'm a sucker for you. Hát az a dal, tehát ezek, ezek világslágerek, ilyen milliárdos megtekintés YouTube-on, meg, spotify Spotify, meg minden. És mondta ez a zenész barátom, hogy mi hát milyen érdekes, hogy, hogy a legjobb dalait mindig másnak adja. És ott ültem az autóban, ne hülyeskedj már, hát milyen, tehát ez innen nem lehet így mérni, hogy, hogy melyik a legjobb dala. Hát ez egyrészt szubjektív dolog, másrészt meg, meg ez a félelem. Na mindegy, is tovább gondoltam, és gondoltam, hogy ez a félelem biztos a -ben is benne van, hogy, hogy nem tudom elképzelni, hogy nem ugyanúgy foggal körömmel ragaszkodik mondjuk egy, egy gondolatához, egy dalához az ő, most idézőjebbet éve az ő gyermekéhez, amit, ami az ő fejéből pattant ki, az ő szívéből született dallamok, szövegek, hogy azt odadni valakinek az, az egy nagyon ijesztő érzésem, úgy bevallom, úgyhogy nekem, nekem ez, még, ez még előttem van. Tehát azt mondjuk a Beyoncé-nak dalt, az még mondjuk 2025. De szóval. mondjuk azért hazai tehetségeknek akkor lehet, hogy tervezel együtt dolgozni. Egyértelműen igen. Együtt dolgozni mindenképp, meg, 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 nekem ez amúgy egy nagyon, ez egy nagyon ambivalens dolog, de ez nekem régi vágyam, hogy, hogy én amúgy másoknak írjak dalt. És egyébként volt már erre példa, tehát írtam már dalszöveget más, más előadónak, már meglévő dalnál, vagy éppen mondjuk közreműködésnél írtam meg konkrét dalt egy másik zenekarnak. Tehát ilyen, ilyenben már volt részem, de olyan, hogy mondjuk én megírok egy dalt, amit egyébként magamnak képzelek el, és aztán azt mondom, hogy nem tudod, mit, inkább itt a dal, és ez a tiéd lesz, az, az még egy, az még egy új, új szint Tehát ahhoz nem azt mondom, hogy sorban állnak a, a, az előadók, világszínvonalú énekesek, hogy, hogy figyelj, írjál már egy dal. Tehát ez nem, nem, ez van azért, hogy zörgetik az ajtómat, de, de alapvetően azt gondolom, hogy ha van egy jó dal, és mondjuk azzal adott esetben mondjuk megkeresnék valakit, akkor, akkor az, az nem csak amiatt nem történik meg, mert, mert nincsenek meg ezek a produkciók, hanem azért, mert, mert ez, ez nekem egy, egyelőre még egy ilyen trauma, tudod, hogy fú, odaadni mondjuk a a Gáspár most csak mondtam valamit, egy, egy dalomat, hát dehogy is, vagy a betonhofinak, vagy nem tudom pedig. Mi lehet, hogy amúgy tök szeretem a, a zenéjüket, de hogy olyan fura érzés, olyan intim dolog ez, tudod, hogy az én saját dalomat odadni nekik. Így van. Hát nekünk is azért nagyon sok dalt fogsz most hozni, ugye márciusban kicsit térjünk is vissza erre, hiszen talán egyfajta ajándék is ez a hölgyeknek. Viszont, hogyha már ajándékról beszélünk, akkor ugye említettük, hogy nem 60, de 30 azért most már vagy. <hül> és talán ez egy kicsit forduló pont is az életedben, hogy más ajándékot kértél szerintem, mint korábbi években. Egy kicsit úgymond komolyabb és különlegesebb gondolat fogalmazódott meg a fejedben is. Miért? Képzeld el, hogy kitaláltam, hogy mivel eleve nem nagyon szeretek ajándékot kapni, mert mint ilyen tárgyi ajándékokat, se a családtól, se a, a, barátaimtól, nyilván ami nagyon ötletes és nagyon kreatív, meg tényleg jelent valamit, azt, azt nyilván szeretem elfogadni, de, de amikor így elárasztanak, tudod, ilyen, ilyen csetreszekkel, tudod, ilyen, amit úgy, úgy Megkapja az ember, örül neki, és akkor én alapvetően nem vagyok ilyen nagy vásárló, mm. tehát én nem szeretek tárgyakat gyűjteni igazán. É, most majdnem mondtam egy, egy boltnak a nevét, ugye, mm. ahol, ahol tehát csak ilyeneket lehet kapni, mm. tudod, ilyen csetresz, és amit aztán ilyen konténerbe bedobsz, és három múlva kidobod az egészet. Szóval én nem szeretek ilyeneket gyűjteni, és arra gondoltam, hogy milyen, milyen jó lenne, hogyha egyszer csak ki meg, megszületett ez a gondolat, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne valami olyan ajándék, ami, amire mindig fogok emlékezni. Tehát ami, ha már másnak ilyen sokat jelent az, hogy én 30 éves lettem, mert amúgy nekem, bevallom de, de nekem ugyanolyan volt, hogy a, a, hány éves lettem? 30. Mm, Oké, okay, 30, ez egy nagy szám, ilyen kerek, meg nem tudom, de nem tulajdonítottam neki óriási nagy különleges érdeklődést. Viszont ha már ez másoknak, mondjuk a közönségemnek akár, mondjuk ez jelent valamit, hogy nem 29 lettem, vagy 31, hanem 30, és mondjuk adott esetben ők is szeretnének valamilyen módon felköszönteni, mert erre szokott lenni példa, hogy nagyon édesek egyébként az emberek hoznak a koncert után gumicukrot, süteményt, bort, stb. 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 Amiket én adott esetben akár el is fogyasztok, de mondjuk például egyáltalán nem iszom. Tehát, hogy, hogy ezek, ezektől én mindig megkímélem magam, hogy meg, meg azokat az embereket, akik mondjuk ilyeneket hoznak nekem ajándékba, hogy nagyon kedvesek, köszönöm, de hát halomba áll otthon a, az ilyen bortartón, a különlegesnél különleges különleges különlegesebb borok, és ajándékba adom én is őket, mert ugye nem fogyasztom el. Tehát, hogy akkor inkább ezeknek az embereknek legyen egy lehetőség, nagyon hosszan meséltem el, a lényeg, amit majd kivágod <laughs> az egész történet, a lényeg, hogy kitaláltam, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy, egy mondjuk egy alapítványnak egy gyűjtés. <laughs> és ez lett borzasztóan hosszan mesét És miért áll, pont és ő? ő? Azért, mert ugye Kolbi az én kiskutyám, ő, ő, egy örökbe fogadott kiskutya, és bár nem tőlük fogadtam örökbe, tehát nem a fogadj örökbe, vagy vigye haza alapítványtól, viszont, viszont én őket már nagyon régóta nézegettem, megkövettem a közösségi oldalakon, és, és náluk ugye rengeteg olyan kutya, meg, meg állat, mindenféle háziállat van, akik mondjuk már koruknál fogva, vagy egyszerűen a, a speciális ellátásuk vagy élethelyzetük miatt már mondjuk nem valószínű, hogy örökbe fogják őket fogadni, tehát ők ott fogják leélni a, az életüket mondjuk ezen a menhelyen, és hogy az ő körülményeiket egy picit jobbá tenni, megsegíteni az étkezésüket, vagy étkeztetésüket, vagy, vagy szimplán az, hogy a környezet, amiben ők vannak, az egy picit jobb legyen. Ezért arra gondoltam, hogy nekik csinálunk egy gyűjtés, és képzeld, hogy közel 300 ezer forint gyűlt össze. Lehet, hogy már egy picit több is egyébként azóta nem kaptam visszajelzést, de rögtön az első pár napban 260, nem tudom, valány ezer forintot gyűjtöttünk össze. És még így is azért azt elárulom, hogy azt hiszem 30 adományozó volt, aki, aki tényleg a megjegyzés sovatba is beírta, hogy, hogy ez az én szülőnapomra úgymond idézősen az ajándék. Tehát ennél lehet, hogy amúgy több volt, csak mondjuk elfelejtették beírni a megjegyzésbe. De hogy alapvetően nem az történt, hogy, amire én bevallom, amúgy számítottam, hogy azért mondjuk száz ember akkor azt mondja, mert hát közel érkezett mondjuk ezer köszöntés, hogy mondjuk abból az ezer emberből mondjuk száz azt mondja, hogy na figyelj, küldök ezer forintot, mert miből, mi ezer forint, hát egy levegőt nem lehet venni annyiért sajnos, ma már Igen. egy család 5000 forintba kerül, szóval, hogy, hogy akkor gyűjtsünk együtt, hogy, hogy na mindegy, a lényeg az, hogy nekem ez, nekem ez, ez egy fontos, fontos ügyem, hogy, hogy hát, ha másnak is kedvet adok ezzel, hogy, 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 ne gyűjtsünk egy, egy felesleges valamire, amit a tényleg elrakunk a szekrénybe, soha többé nem használjuk, hanem akkor, akkor találjunk ki egy ilyet, és szerintem ez, ez, ez menő is tud lenni. Nem beszélve arról, hogy ez egy, tényleg egy, tehát őszintén mondom, hogy, hogy csillogó szemmel álltam ott, és vártam a hívást, hogy na mennyit gyűjtöttünk össze. Ez egy, egy, egy játék is egyben, meg egy, meg egy olyan emléket kap az ember, meg egy olyan visszaigazolást, hogy, hogy ezt most mit csináltuk, ez a mi eredményünk, hogy lehet, hogy amúgy ez a pár száz ezer forint tényleg csak néhány havi eledel mondjuk azoknak a kutyusoknak, de, de ez nekem egy örökre szóló élmény, hogy én egy picit hozzá tudtam tenni. Kicsit érezhető rajtad, hogy talán jobban is szeretsz adni, mint kapni. Egy, hát az, na, az meg a másik oldal, hogy amúgy én imádok ajándékozni, egy <laughs> kicsit ilyen álszent dolog ezt hogy nekem senki ne vegyen ajándékot, de én amúgy imádok ajándékozni. Vivian, a barátnőm tudna mesélni erről, mert ott ajándék eső van mindig. Én nem várok alkalmakra általában, tehát én, hogyha valamit szeretnék mondjuk a barátaimnak megvenni, akkor az vagy, vagy, vagy adni, tehát nem csak a, a vásárlás a lényeg, hanem mondjuk valamit adni, valamit kitaláltam, akkor azt én igyekszem azonnal megtenni. Ez, ez a legkülönfélebb dolgokban merül ki általában, úgyhogy tényleg élményekben is, most megint visszakanyarodva a koncertre ilyen, ilyen menőbe, hogy természetesen például az, az én gyakran vásárolok koncertjegyet meglepetés gyanánt, úgyhogy nem, nem tudom, hogy azzal a látványvilággal fog-e tudni versenyezni, amit mondjuk mi Bécsben a Harry Styles koncerten átéltünk, ugye a március 17-i Veréptomi koncert, de azért nagyon fogunk igyekezni. Akartam is kicsit kérdezni, hogy ha már nőnap, illetve hát most már itt elárultad, de hát azért sokan tudják, hogy van párod. Te nőnapot szoktatok ünnepelni, és ha igen, akkor mivel szoktad meglepni? Elcsépelte már esetleg a rózsa és a kombó? bombon kombó? Bombon De jó szó. Öm, hát nézd, öm, nálunk minden nap nőnap van, tudod. Reméljük, hogy is így gondolja. Öm, erre én nem is nagyon tudok válaszolni, tehát erre, erre nyilván Vivian tudna öm, Kielégítő választ adni, meg, meg, meg valódi választ. Tehát én, én csak, csak azt tudom mondani, hogy szerencsére mi, mi nagyon szeretjük egymást, és nagyon jól szeretjük egymást. Ez abban merül ki, hogy erre is érvényes, hogy én, én, nem, én nem hiszek abban, hogy, hogy csak akkor lehet, vagy hogy akkor kell. És itt meg is fordítanám a dolgot, hogy ha már véletlenül így mondtam, hogy hogy valóban azt, azt, érzem, hogy, hogy ilyenkor egy, ez a kötelező hatás miatt egy picit nincs is kedvem hozzá, hogy azért, mert ez most kötelező. Egyébként nem, nem titkolom, hogy amúgy alapvetően nem azért nem lett nőnapon ez a koncert például, mert hogy akkor ezt el lehet mondani, hogy ez egy nőnapi koncert. Nőnapi koncertet csinált még augusztusban is. Mert hogy tehát hogyha én arra akarom tenni a fókuszt, hogy, hogy olyan dalok lesznek, ami a hölgyeket, meg a szerelmet, meg a mi férfiak nézőpontját ö, mutatja meg mondjuk, vagy, vagy a hölgyeket ünnepli. Hát ez, ez bármikor lehet ilyen koncertet tartani. Ugyanúgy egyébként visszakanyarodva a szülőnapi koncert, az is kérdés volt, hogy mondjuk a, mondjuk ősszel, hoppá, ősszel majd tarthatnék-e Veréptomi 30 koncertturnét, amiként Igazából valószínűleg nem lesz ilyen, azt elárulom, mert á, nekem mindig olyan nevetséges, amikor én nem, be, nem akarok bántani senkit, csak amikor magam elgondolkozok azon, hogy tudod, látok ilyen Charlie 75, meg, meg mit tudom, ilyen Edda 100, vagy nem tudom, igen, olyan, olyan számok, hogy így feldolgozhatatlan, és akkor én kijövök egy olyan koncertet, ott, hogy veréptomi 10. Hogy, az, az, hogy, hogy, hangzik ez, tudod, hogy veréptomi 30. Hogy, hogy ezek, ezek annyira nem egy, egy, tehát az, az egy emberöltő szempontjából, a mai emberöltő szempontjából ez, ezek annyira elenyésző dátumok, vagy vagy, 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 évszámok, hogy ilyen téren ilyet még nem csinálnék. Majd húsz év múlva esetleg, hogyha már mondjuk 30 év vagyok a pályán, felnőtt időszámításban, mert ugye gyerekszínészként most mondhatnám én is, hogy feléptomi Tomi 20, vagy nem tudom, 20, nem is tudom hány éve vagyok színpadon, de hát nyilván az olyan visszás, tudod. Úgyhogy nőnapi koncert, ott leszünk, nagyon-nagyon várjuk, az egész zenekarral nagyon-nagyon készülünk, tényleg egy, egy olyan, olyan estét szeretnénk, ami, ami nekünk is egy utazás, meg a, meg a nézőknek is, meg a hallgatóknak, ami egy vizuális élmény, nem miattunk, hanem a, a vetítések, a, a színpadképünk miatt, azok a kreatívok, amik esetleg a dalok közben mennek majd, illetve, illetve nyilván a, a zene, a dalok, igyekszünk egy, egy, történet, egy, egy nagy történetet elmesélni különálló történetekből, úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas lesz, természetesen ajánlom mindenkinek. Örülünk mindig szerintem, hogyha jössz Győrbe, ezt mondhatom a zene, illetve a színház kedvelők nevében is. Ha jól tudom, akkor ma még maradsz egy jó kis premierre itt a Győri Nemzeti Színházban. Így van. És akkor még egy-két hét, újra látunk, próbáltok, készültök, és hát remélem, hogy azért még a koncert előtt beszélgetünk egy jót. Bízom benne, és hát nagyon köszönöm a beszélgetést. Kicsit elkalandoztam, de remélem azért nem voltunk unalmasak. Biztos, hogy nem. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Kis a Föld Podcast. Hírek helyben, azonnal.